Sziasztok, Szó vagyok. Rendeltem AliExpressről két rácsos szemüveget, direkt a legolcsóbbakat. Meg akartam nézni, hogy ez mennyire veszélyes, vagy mennyire használható biztonságosan airsoftra. Gyakorlatilag ez a szerintem sokak által ismert ilyen biciklis szemüveg stílusban van ráccsal. Ez 1200 forint volt AliExpressről. Ez meg ez a kis sivatagi szemüvegre hasonlító rácsos szemüveg, ez 1600 forint volt. Meg szeretném nézni, hogy ezt bátran lehet ajánlani embereknek, vagy nagy ívben el kell kerülni. Hát ez az egész körülbelül 30 gram. Nagyon fényes a rácsnak a felülete, nem is értem. Nem tudom, mennyire látszik a kamerán, de ez nagyon fényes felületű. Elég puhának tűnik, tehát semmi bizodalmam nincs felé, hogy ez stabilan ki fogja bírni a 3,2 Joule 48-as BB-vel, de hát lássuk meg. Erre a célra gondoltam, itt van ezek jó kis tökfejúr. Rárakok egy papírlapot is, hogy az esetlegesen átszakadó, áttörő BB-ket meg tudjuk nézni, hogy megsebzi a papírt. És természetesen extrém körülményeket szimulálunk. Azaz, hogy valaki benéz a ablakon, vagy a ajtóba, miközben egy sniper lő kifelé, tehát véletlenül sem rá akar lőni, de így sikerül. Első lövés, ez egyértelműen mondjuk úgy, hogy halálos. A rács az bejukadt szerintem. Igen, ez mindenképpen kellemetlen. Kellemetlen következményekkel járt volna. Megpróbálom egy kicsit messzebbről is. És mit mondhatnék? Három lövésből három átment rajta, mint fos a libán. Ez a szemüveg alkalmatlan szemvédelemre. Na nézzük! 32-es BB, 1,4 Joule közelről. Ez visszapattant, legalább ennyit kibír. Papíron nincs nyom. A szemüveg nagyon erősen behorpadt, sőt, szerintem ez még egy lövés kapna ugyanoda, akkor már lehet, hogy bejukadna. Ezt a teóriát le is csekkolom. Hát azért nem egy találattól, de ez már eltört. Tehát srácok, ezt 1200 forintért airsoftra semmiképpen ne vegyétek meg, nem tudom, hogy maximum nerfre. Nézzük a másik szemüveget. Ez már nem hajlik. Kicsit fényes, de nem annyira látványosan, mint az előző. Az egész szemüveg egy stabilabb hatást kelt. Jó a szivacsozás rajta. Ez még akár jó is lehet. Na nézzük. Tökfejúrnak sok szerencsét. Első lövés. Nem lyukasztotta be. Nagyon durva horpadás van rajta. Másik lövés. Nem lyukasztotta be. A harmadik lövés sem lyukasztotta be. Papíron nem látok lényegében semmi sérülést. A szemüveg további játékra alkalmatlan, de mindenképpen megvédett 5 centiről 3,2 Joule-al kiadott lövést. Srácok, én rábízom, hogy ki mit véd, ki mit használ szemvédelemre, de azért lássuk be, a legolcsóbb az nem a legjobb. Ez a minimum, amit elvárhatunk egy rácsos szemüvegtől, és utána ez kuka. Azért utoljára még megpróbálom körülbelül, nem is tudom, 2,5-3 méterről meglőni. Egy viszonylag érintetlen részén. És egy kicsit fölé is lövök. Ez maga a keret volt. Na nézzük!
Na most az első, amit látok, hogy a BB még benne van a tökben is. Olyan szinten belefúródott a többi, legalább visszapattan, nem mint az a szemünknek számítana. Ez itt a keret alján ment be. A keret maga eltört egy találattól, és az a lövés, amit érintetlen részre adtam, az is átvitte a szemüveget 2,5-3 méterről. Tehát azért lássuk be, ilyen nagyon ritkán szökévben egyszer előfordulhat, hogy valaki belép egy sniper elé, aki éppen lő. És ez nem bírja ki még 3 méterről sem a sniper találatot. Vigyázzatok magatokra, ne járjatok úgy, mint tökfejúr. Sziasztok!